Ennyi rendőr talán még soha nem látott pápa városa. A főtéri megnyitó ünnepségre 10 órakor sorakoztak fel az egyenruhások, ahol Kis Mihály, a rendező megye főkapitánya köszöntötte a megjelenteket. Egyúttal nemes versengésre buzdítva a többi régiót. Szeretném felkérni jelenlévő többi rendőri vezetőtársamat, hogy az önkormányzatok, a polgári önvédelmi szerveződések, a polgárőr mozgalmak támogatását felhasználva indítsunk mozgalmat a biztonságos megyékért. Az elmúlt 5 esztendőben folyamatosan csökkent a bűncselekmények száma. Ezzel arányban nőtt a közbiztonság, hangoztatta Pintér Sándor belügyminiszter. Olyan országot és közbiztonságot kívánunk, amelyben és amelyért érdemes élni és dolgozni. A főtéri ünnepségen a megye 7 kapitánysággal rendelkező városának polgármestere kötötte a szalagot a megyei rendőrfőkapitányság zásznajára, majd a tömeg a színházba vonult. Itt Orbán Péter országos rendőrfőkapitány szólt arról, hogy mennyire fontos egy ország megítélése szempontjából az, hogy milyen is a közbiztonsága. A vetélkedőn 8 csapat mérte össze erejét. Mit tudnak az NIO-ról, tanórákon, illetve azon kívül újságokból, híradásokból, mit jegyeztek meg az egységes Európáról? Földrajz és történelem órákban tananyag az Európai Uniós ismeretek, tehát történelem órán az Európai Uniós országok fejlődése, ugye a jelenkor történelme, földrajzból pedig ezeknek a gazdasága is, társadalom földrajza is. A vetélkedőn az iskola tanáraiból álló zsűri előtt szerepeltek a diákok. A 3 fős csapatok 12 kérdéssel birkoztak meg. Ezek közt voltak könnyebb, szórakoztató jellegű feladatok. A vetélkedőt segítette a Jókai Mór Városi Könyvtár, valamint az Országos Levéltár is. A kérdéseket összeállító Kovács Gábor tanár úr szerint jövőre is rendeznek hasonló vetélkedőt a petőfis diákok számára, akkor már Magyarország uniós tapasztalatai is érintik majd a kérdések. Az ovisok számára szervezett bemutatón ismert népdalokat és gyermekdalokat játszott a csoport. A régi hagyomány szerint is, hát ezt a korosztályt ezekkel a népi dallamokkal, rigmusokkal, mondókákkal, kiolvasókkal és egyebekkel tanították a szüleik, nagyszüleik. A programot az óvónők tavaly alakult hagyományőrző munkaközössége szervezte. Ennek vezetője Kis Zoltánné, aki a vajdai óvodában dolgozik. Csoportjában fontosak a néphagyományok, melyek ápolásában hangsúlyos a zenei nevelés.